pár perc is indul a 11. tekatábor útjára. Képviselő úr első terminusát tölti, mint elnök a gyermekekkel. Milyen programok várhatók? Terézváros közrendjét és közbiztonságáért közalapítvány hagyományosan egy bűnmegelőzési tábort szervez. Hétfőn jön hozzánk a büntetés végrehajtástól egy előadói csoport, kedden a tűzoltóságtól, szerdán a mentőszolgálattól és csütörtökön a rendőrségtől, és remélhetőleg, hogyha az idő is megengedi, pénteken strandolni fogunk. Újraindul a tekatábor, ti már többször voltatok. Mik voltak tavaly a programok? Mik tetszettek a legjobban tavaly? Aki mit tud? Ennyi. Hát nekem ez tetszett a legjobban, aki mit tud. Időjárás milyen volt? Sokkal borúsabb lesz. Tavaly nagyon napos volt, és sokat strandoltunk. De azért még mondjatok egy pár programot, hogy mi volt, ami úgy tetszett. Hát amikor a rendőrök jöttek, és amikor ilyen feladatokat kellett megcsinálni, meg amikor kérdeztek minket. És volt, tudtam, tűzoltóság, rendőrség. Igen, voltak. Ezekről mondj egy pár szót. A tűzoltóságnál fel lehetett próbálni a ruhákat, fel lehetett mászni a tűzoltókocsi tetejére, és a belsejét is megnézhettük. A rendőrségnél voltak csapatfeladatok, minden csapatnál voltak vízek, akkor... Emlékszem, hogy nyomozás is volt, amit meg kellett fejteni valamit, hogy ki is volt a gyilkos, vagy ki ölte meg, ki család? Igen, hát nálunk az Ita volt, és nagyon jó volt. Hát meg kellett nézni az új lenyomatokat, meg hát az ilyen tárgyakat, ha valaki ott hagyott valamit. Én úgy tudom, hogy te meg először mész a tekatáborban, mit vársz ettől? Hát strandot, én focizni, és hát az egy hetet én úgy szeretném eltölteni, hogy jól szórakozni. Azért jól szórakozni szeretnék, így a iskola után, így egy hét, ami így jól eltöltök. Gergő, te már a hatos csatorna szóvivője vagy szinte, hiszen minden alkalomkor ott vagy. Ott voltál Dunabogdányban, és most pedig készülsz a tekatáborban. Mit vársz ettől a tábortól? Hát gondolom sok-sok érdekességet a katasztrófa és bűnmegelőzésről, mivel ez a tábor fő célja. Hogy készültél a táborra? Hát sok szabad időnk lesz, gondolom, de lesznek ilyen órák, amikor ilyen érdekességeket elmondanak a rendőrök vagy a tűzoltók. Jó csinálni, már régi motorosatok a táborban, hiszen 10. alkalommal megy a gyerekekkel, tehát egy jubileumi év következik most. Milyen élmények kötődnek az előző táborokhoz? Nagyon sok jó, kellemes élmény, érdekességek a rendőrség, a tűzoltóság életéből. Régebben még vízirendőrök is jöttek, tehát nagyon kutyás rendőrök, tehát nagyon sok érdekeset tapasztaltam én is, nemhogy a gyerekek. Évről évre mi változott a tekatáborban? Maximum az összetétel, a gyerekek és a felnőttek összetétele, illetve a programok is azért módosultak, mikor, mire volt lehetőség, de mindig maximálisan megpróbáltuk kihasználni az adott lehetőségeket. Az alapítvány Terézváros valamennyi iskolájában, általános iskolájában meghirdette a táborozási lehetőséget, és minden jelentkezőt szeretettel várunk. Én úgy tudom, hogy senkinek nem kellett nemet mondani, tehát akiknek meghirdették, és szívesen elfogadták őket, mi is szeretettel vártuk. Idén hány gyermek utazik? 61-ről tudok. Kiderül, hogy hányan érkeznek meg, mert azért megbetegedés mindig lehetséges, úgyhogy 61 az indulás előtti létszám, kiderül, de valószínű, hogy nagyon sokan eljönnek. We'll be right back.
A tekatábor 5. napján a rendőrség, a 6. kerti rendőrkapitányság munkatársai vonultak ki, és Kressz parkot építettek, amit már úgy tudom, hogy a teka vásárolt. Milyen programok voltak, hogy érzik magukat a gyerekek? Az elnök urat kérdezzük, akiknek most az első tábora ez. Igen, a gyerekek hál' Istennek nagyon jól érzik magukat, senkinek sem kellett amiatt hazamennie, mert nem érezte volna jól magát. Sajnos az időjárás annyira nem kegyes hozzánk, csak kétszer tudtunk eddig fürödni a Balatonban, reméljük, hogy a hét második felében azért még egy-két alkalom belefér, bár nagyon lehűlt a víz is, a levegő is. A gyerekek ezt a kresszpályát, amit most vásároltunk nekik, hát nem, meg kell nézni, nem tudjuk. Nagy szeretettel játszanak vele, úgyhogy én bízom benne, hogy nem csak ezen az alkalommal, hanem az elkövetkezendő évek során, amikor használjuk majd a pályát, ennyire fognak neki örülni. Milyen összetétele van most a tábornak? A tábornak a létszámából 45 fő a terézvárosi iskolások adták, a fennmaradó rész pedig a helyi katasztrófavédelem, illetve a rendőrségnek a dolgozóinak a gyermekei adták, és hát reméljük, hogy rendkívül jól érzik magukat, és ez a létszám is fog nőni az elkövetkezendő években. Vagyunk a teka táborba. Kinek mi volt eddig a legjobb élmény? Nekem volt egy ilyen nyomozós program, nekem azt tetszett a legjobban, mert kicsit olyan rejtélyes volt, és akkor nyomoztunk. Mi volt a nyomozás tárgya? Hát volt egy ember, akit meggyilkoltak, és őt kellett kideríteni, mivel, és hogyan, és mi volt az oka. És egy pár mondatba el tudod mondani, hogy ki volt az, mi volt az oka, és hogyan? A névre nem emlékszem, azt tudom, hogy Ciánnal mérgezték meg, és szerelemféltésért az volt az oka. És ezt hogy kellett kinyomozni, mi volt a feladat? Kaptunk egy lapot, amin le volt írva, hogy hova menjünk, és ott voltak, szóval voltak dátumok, oda volt írva, hogy adjunk hozzá, mit tudom én, 18-at, és akkor úgy jött ki a dátum, hogy mikor ölték meg, és akkor így jöttek ki. Neked mi volt eddig a legnagyobb élmény? Az akadályverseny 9 állomásos volt. Volt, amikor rollerezni kellett, volt, amikor röplabdázni, nem az, hogy úgy verseny röplabda, hanem, hogy például a röplabdába hányat ütöttél bele, vagy valami ilyesmi. Így elég jó programok voltak. Tematikus napokból melyik tetszett a legjobban? Tehát a rendőrség, mentő, katasztrófa, védelem, büntetés, végrehajtás? A mentő. Mi volt a feladat? Volt, aki előadásra ült, és valaki, aki kint voltak. Ez egy ilyen olyan volt, hogy csapatoknak kellett felállnia, és amiket kérdeztek, azokra válaszolni kellett, és nem csak kérdeztek, hanem így el kellett játszani valamit, amit elmeséltek, hogy így a mentőkkel kapcsolatosan. Neked? Nekem a legjobb eddig az akadálypálya volt, amit biciklivel kellett végigvinni, és volt benne körforgalom, ilyen mini, meg ilyenek. Uh-huh. És úgy tudom, hogy nagyon keveset tudtatok fürödni, mert nem volt jó az időjárás. Eddig mennyit sikerült? Szerintem 2 tudtunk fürödni, de az is jó volt. Kár, hogy ott azon a részen nem túl mély a Balaton. Azt az információt kaptam, hogy valakinek tegnap születésnapja volt, és egy meglepetésben részesült. Igen, Ádámnak volt szülinapja, ő is most van itt elsőnek. Egy tortát kapott a polgármester asszonytól, és ahogy láttam, elég jó napja volt, és a tortát el kellett osztani 9 felé, és én is benne voltam abban a 9-ben. És elég jó nap volt a tegnapi.
Hát mert bátran mondhatjuk, hogy hagyományos a 6. heti rendőrkapitány munkatársainak érkezése a TEKA táborba. Most is itt vannak, és kresszpályát építve megint játékosan tanulják a gyerekek a kressz szabályait. Minden évben megrendezésre kerül a TEKA tábor, és a TEKA táborban évről évre egy nap, mindig a közbiztonsági nap, amikor a 6. kerületi rendőrkapitányság munkatársai lejönnek, és a gyerekeknek tartunk egy közbiztonsági napot. A forgatókönyv majdnem mindig ugyanaz, ugyanis közlekedési előadó révén nyilván a közlekedés fontosságát tartjuk szem elől. Itt mögöttem található a megépített kresszpálya, a gyerekek az ügyességükről, a gyakorlati tudásukról adnak ismereteket. Kressztesteket töltünk, ott ugye az elméleti tudásukat mérjük a gyerekeknek. Csapaterős öltözéket próbálhatnak fel, nagyon nagy mellénnyel mondják a gyerekek, hogy nagyon szép, nagyon vagány, és tényleg milyen jól mutat a rendőrökön, majd amikor egy lövedékálló mellényt magukra akasztanak és körbefutják a pálya a tábor területét, akkor ugye belátják, hogy ez nem is olyan könnyű viselet, időre futottak ma a gyerekek. A tábort egy beszélgetésen nyitottuk meg, tájékozottunk ki, hogyan érkezett, milyen élményekkel gazdagodtak ez alatt a elmúlt néhány nap alatt, és természetesen a hagyományokat őriztük, közlekedési napot tartottunk, és azt hadd mondjam el, hogy a forgatókönyv, nem mondom, hogy mindig ugyanaz, de azok a gyerekek, akik esetleg már több alkalommal voltak a táborban, ugyanolyan lelkesedéssel kezelték ennek a kresszpályának a felállítását, minthogyha életükben először találkoztak volna ezzel a kresszpályával, akár gyakorlati, akár elméleti ismeretekkel. Akik folyamatosan nézik a Terézvárosi magazin műsorait, azért tudják, hogy az általános iskolákban és az óvodákban a 6. heti közlekedési rendőrszett folyamatosan jelen van, és mégis azt láttam itt a táborban, hogy ezek a gyerekek mindig újonnan élik meg ezeket az élményeket. Mi lehet ennek az oka? Minden egyes találkozásunkkor a gyerekek mindig nagyon lelkesek, találkozzunk többször, vagy éppen első alkalommal. Ugyanezt mutatják egy ilyen közlekedési napon is. Akár többször találkoztunk, és haladnak végig egy kresszpályán, tesztelnek a gyerekek, akár többször, akár első alkalommal, mindig ugyanolyan lelkesedést mutatnak irányunkba. Nyilván nem jutok el az oktatási intézmények minden osztályába, hiszen meghívásra érkezek, és ha meghívnak, akkor ott vagyok, legyen az akármilyen témájú beszélgetés, akár közlekedési, akár bűnmegelőzési. A bűnmegelőzési ismereteknél is mindig képviselem magamat a kollégámmal együtt, a bűnmegelőzési kollégámmal, és ezt én szeretném a továbbiakban is az oktatási intézmények felé tolmácsolni, hogy igen, meghívásra érkezek, ott vagyok, és szeretettel várnak, remélem, és bízom az elkövetkezendőkbe és a következő tanévben is. Idén volt egy új program, a vízirendészet munkatársai jöttek el, és mutatták meg a gyerekeknek, hogy hogyan is működik egy vízirendészeti hajó, jól mondom? Valóban, a Balatoni Vízirendészeti Kapitányságot kerestük meg, hogy segítsék a munkánkat azzal, hogy egy újabb színfoltot adjunk a táborozók részére. A táborlakóknak ez nagyon tetszett. Az tény, hogy nem ülhettek bele ebbe a közlekedési járműbe. Egyébként azért azt áruljuk el, hogy beülhettek, csak nem lehetett ugye vele elmenni, mert ez most egy ilyen szabály volt, hiszen úgy jöttek ide, hogy kipróbálhatják, beleülhetnek, kibújhatnak, bebújhatnak, odaülhetnek, de most nem indult el az a jármű. Így van, ezt szeretnénk majd jövőre überelni egy, nem mondom, hogy sétahajókázással, de nyilvánosan kipróbálással. Nagyon jó képeket készítsünk róluk, nyilván ugye rendőrségi felirattal. Ez még nagyobb élményt jelent számukra.
alig tudtuk őket kiparancsolni a kajutből, ugyan ez a pontos megnevezés. Nagyon tetszett nekik, én bízom, hogy jövőre még adhatunk annyi pluszt a vízrendészeti kapitányság részéről, kaphatunk még annyi pluszt, hogy akár elmehessünk hajókázni is. És vannak természetesen még jövőbeli terveink, a jövő tekatábor tekintve kutyás rendőröket szeretnénk, egy kutyás bemutatót. De ez még a jövő zenéje, ez még jövőbeli tervek, meg természetesen gondolkodunk még, hiszen még egy év áll a rendelkezésünkre, hogy színesítsük a táborlakók életét. Iskolás diákok a tekatáborban. Gergőt már ismerjük, téged még nem. Hányadszor vagy itt a tekatáborban? Most vagyok először. És milyen élményeid vannak? Hát szerintem nagyon jó ez a tábor. Én úgy tudom, hogy 2 nap nagyon tetszett neked, de nem tudsz dönteni, hogy melyik is tetszett jobban. Melyik az a 2? Hát tegnap itt voltak a mentősök, az is nagyon tetszett, meg ma itt vannak a rendőrök és kreszt tanítanak. És akkor ezek közül mégis melyik állt közelebb hozzád, melyik tetszett jobban, vagy miért tetszett az egyik, és miért tetszett a másik? Hát ugye anyukám orvos, ezért én nagyon szeretem az ilyen orvosos dolgokat, a másik pedig, hogy szeretem a rendőrösdit, meg a kreszt is. Gergővel már többször találkoztunk, ugyanem itt a tekatáborban, és amikor elindultunk, akkor azt mondtad, hogy nagyon várod ezt a tábort, és gondolod, hogy nagyon sok-sok hasznos tudnivalók lesznek itt. Na most akkor elmondhatod, hogy eddig mi tetszett a legjobban. Valóban azt kaptad-e, amit vártál? Hát igen, azt kaptam, amit vártam. A szobák nagyon szépek, és olyan, mint egy ilyen aprócska apartman, magyarul egy ilyen többszobás hotel. Minden egy szobában van, a fürdő, a zuhanyzó, a WC, szekrények, és még van egy és még ha mi szobánknak van egy pici erkélye is. Nagyon szeretünk oda kijárni, csak az a baj, hogy éjszakára becsukják, és akkor ilyen nagyon, nagyon füllet meleg lesz oda. A programok közül idáig a mentősök is tetszett, meg a rendőrös is. De a mentős az főleg azért, mert ott ilyen interaktív projektek voltak, hogy volt egy ember, aki eljátszott, hogy amit a mentősök mondtak, hogy ez meg ez a baj, és akkor elmondták a mentősök a praktikákat, hogy hogyan lehet, vagy érdemes, és akkor nekünk meg ezt meg kellett csinálni ugyanúgy, és arra kaptunk pontszámot. Itt vagyunk a Balatonföldvári tekatáborban. Ben rendőrségi bemutatóban hajókat nézünk, vagy motorcsónakokat. Hogy érzitek magatokat a rossz idő ellenére? Nagyon jól érezzük magunkat, de igazából vártuk a jó időt, de hát nem úgy sikeredett. Mi volt eddig a legjobb program? Kötélhúzás, meg különböző sportágak. A mentősökből azt tetszett, hogy minden csapat fel tudott lépni, és kipróbálhattuk a különböző eszközöket. Ezek mik voltak, amiket kipróbáltatok? Hát az a nyakszorító vigyó valami. Nyakmelegítő, igen. Az mire volt való? Hogyha megzúzódik a nyakad, akkor azt ugye alá teszik, és becsatolják, és ez így tartja a nyakad, nem lifeg meg ilyenek, és már azt is megtanultuk, hogy kell megnézni, hogy hanyas kell a nyakadra. Ezt megnézzük 3 vagy 2 ujjal, és akkor így beállítjuk, és úgy tesszük rá a nyakra. És így ezt így elmagyarázták szóról szóra. Te ugye nem terézvárosi gyermek vagy, de itt vendégeskedsz a tekatáborban. Hogy érzed magad? Mit fogsz majd elmondani a sulitban, hogy milyen itt a terézvárosi gyerekeknek ez a tábor? Hát azt fogom mondani, hogy ez egy jó tábor, hogy azért reggel van
torna, rögtön fel kell öltözni, meg ilyesmi, meg hogy fogunk azért füldeni a Balatonban, meg hogy amikor eszünk, akkor fincsit eszünk. Aha, és milyen programok voltak, mik tetszettek neked a legjobban? Mi volt eddig az a legkimagaslóbb élmény, ami eddig volt a táborban? Program. A tűzoltók. Aha. Mi tetszett a tűzoltókon? Tehát mit láttatok, vagy mit tanultatok a tűzoltóktól? Mit lehetett kipróbálni? Hát ki lehetett, hát föl lehetett venni azt a ilyen gázmaszkot, amikor bemennek a füstölgő házba, meg föl lehetett menni a tűzoltó kocsi tetejére, meg föl lehetett venni a tűzoltó ruhákat, meg kipróbálni a dolgokat, mindent. Állunk a Teka tábor folyosóján, és itt egy pontrendszer van. Mit jelentenek ezek a pontok, illetve hogy lehet ezt elnyerni, mert látok itt azért nagyon szép pontszámokat, 8-as, de látok 1-est, 5-ös, 7-est, tehát minden pontszám, de azt kerestem, hogy 10-es nem nagyon van. Nincsen, mert 8 csapatunk van, és ez a Teka tábornak ez egy fantasztikus rendszere, hogy nem iskolánként vannak a gyerekek beosztva, hanem korosztályként, és a legidősebb a csapatkapitány, és ahhoz választanak gyerekeket. Tehát a gyerekek önmaguk nem is tudják, hogy melyik kerületi iskolából jöttek, vagy honnan érkeztek. Teljesen vegyes csapatok vannak. Ezeket a feladatokat, amiket a kollégák találtak ki, és több éve veszik, ugyanis a Bajza még csak 2 éve vesz részt ebbe a Teka táborba, de a Teka már 12 éve működik. És a kollégáknak ez egy nagyon jól bejáratott feladatrendszere, amit csinálnak, de hát mindig újakat és újakat találunk ki minden napra. És a csapatok borzasztóan szeretnek vetélkedni, az összes vetélkedőt, mindegyiket értékeljük, és a 8 pont ugye azt jelenti, hogy ő volt a legtöbb, tehát ő volt a legelső, és aki 1 pontot kapott, sajnos az volt a 8. Nekem azt tetszik ebben a Teka táborban, hogy itt nem csak tanulnak a gyerekek, és nem csak hasznos információkat szednek, összekapnak, hanem azért egy kicsit a házi rend is fontos, hiszen azokért is pontokat lehet kapni. Ez hogy is zajlik? Ó, hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye reggel 7 órakor fel kell kelni, ők 7:30-tól tornát tart a Julcsi néni, tehát reggeli torna mindig van, és utána reggelizni megyünk, és a reggeli után van egy kis idő, amikor rendet kell rakni a szobába. És azután van a szobaszemle, amiben 3 kategóriát is nézünk, tehát az nagyon-nagyon fontos, hogy az ágyakat hogy vetik be, hogy rend van-e a szobában, tisztaság van-e a szobában, és egy borzasztó versenyben vannak, mert mindenkinek a pontszáma ki van írva az ajtóra. Pár nap múlva vége van a Teka tábor, de már eddig is nagyon sok programotok volt. Mi tetszett nektek a legjobban? Nekem a legjobban a büntetés végrehajtásról jöttek, és nekem azt tetszett a legjobban, mert kipróbálhattuk a fenyítő eszközöket, meg a kényszerítő eszközöket, például lábbilincs, aztán vezetőszár. Volt ilyen öv, amire a bilincset rá kellett rakni, hogy úgy korlátozva legyen a mozgása, meg ilyenek voltak, és ez nekem nagyon tetszett. Meg bemutatták, hogy milyen a börtöni élet, például, hogy 9 órakor van lámpaoltás, és utána szerdánként a tévét viszont hagyják, és meséltek, hogy volt olyan, hogy összevesztek a börtönben a nők, hogy melyik sorozatot nézzék, és láttuk, hogy milyen durva sérüléseket szereztek, meg tudtuk, hogy hány éves kortól lehet börtönbe kerülni, meg rengeteg dolgot tudtunk meg, és ez nekem nagyon tetszett. Neked viszont melyik nap tetszett? A szerdai nap a sürgősségi mentősökkel.
Ott mi volt a sürgősségi mentő? Mit mutattak nektek? És volt-e ott feladatotok például? Volt feladatunk, akkor megmutatták az eszközöket, hogy mikkel dolgoznak. Mindegyik csoportnak volt egy feladata, hogy el kell látni sebesüléseket, töréseket, embereket kell lenyugtatni, hogy kell kivenni az embereket az égő autóból, és megtanították, hogy hogy kell újraéleszteni, hogy kell a nyakon megtalálni a pulzust, akkor mit kell mondani a telefonba, hogyha felhívjuk a mentőst, meg ha eszméletlen embert találunk. És neked miért pont ezt tetszett? Tehát ugye sok-sok program közül miért ezt emelted ki? Azért, mert a nagymamám is egészségügy is volt, és akkor engem is ez inkább jobban vonz, hogy az emberek életét megmentik, és én is ezt a munkát választanám, hogyha felnőtt leszek. De nagyon-nagyon hideg volt, és el voltunk keseredve, hogy ez a mai nap egy rosszul sikeredett nap lesz, de hát azt látom, hogy vidámak a gyerekek, vannak kötelező programok, szabadidőprogramok. Most a szabadidőprogramokról szeretnénk hallani, hogy mi volt és mi lesz. Igen, sajnos az idő nem volt kegyes hozzánk, ez az 5. takatábor, amin vagyok, és ennyire rossz idő még soha nem volt, de igyekszünk alkalmazkodni ahhoz, ami van. Mindig készülünk, és most nagy örömömre a Teka elég sok új játékot beszerzett, úgyhogy semmiféle gondunk nem volt, mindenféle új dolgokat vásároltak, trambulint, biliárdot, a röplabda hálót ismét felrektuk, úgyhogy nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, és rengeteg ilyen különböző programot biztosítunk nekik, azon felül, hogy a szakemberek is jönnek rendszeresen. Állandó programunk a röplabda, illetve zsinórlabda mérkőzés, ezt nagyon szeretik. Mindig szoktunk vetélkedőket, sportvetélkedőket, ügyességi vetélkedőket szervezni nekik. Ugye most éppen szakemberek dolgoznak itt körülöttünk. Igyekszünk, hogy egy lehetőség szerint mindig másféle sportversenyeket, illetve ilyen vetélkedőket szervezünk, hogy ne unják meg. Ugyanis vannak ilyen visszatérő vendégeink, mert nagyon szokták szeretni ezt a tábort. Én is nagyon szeretem. Úgyhogy reméljük, hogy sokáig lesz még lehetőségünk itt ebben a táborban részt venni. Mennyire vevők a gyerekek arra a kötelezőkre, és mennyire partnerek a szabadidőre? Hát az az igazság, hogy nagyon kevés szabadidejük van, ugyanis, mert hogy igyekszünk minden percüket lefoglalni, ennek nem mindig örülnek, viszont aztán a tábor végén kiderül, hogy mégis csak nagyon élvezik. Az a tapasztalatunk, hogyha túl sok a szabadidő, amit ők tölthetnek el, akkor előbb-utóbb nem olyan dolgokat csinálnak, ami megfelelő, úgyhogy ezért aztán, ha van egy-másfél óra szünet, akkor azonnal szoktunk nekik szervezni valami bármilyen vetélkedőt, amit éppen kitalálunk, az asztali tenisztől kezdve a ugrókötélversenyig, a kötélhúzásig, ami szintén nagyon-nagyon népszerű szokott lenni. Amikor elindultunk a Hősök teréről pár nappal ezelőtt, akkor megkérdeztem a gyerekeket, hogy mit várnak a Teka tábortól. Hát ki azt mondta, de mindenki egyöntetően a Balatont és a fürdést. Sajnos nem jó az idő. Eddig kétszer tudtak fürödni a gyerekek. Ezt ők hogy élik meg, hogy itt vagyunk a Balaton partján, és nem tudunk belemenni a vízbe igazán? Hát az az igazság, hogy azért elég értelmesek a gyerekek, úgyhogy megértik, de nincs olyan nap, hogy ne kérdeznék meg legalább ötször, hogy ma megyünk-e fürödni, és hát sajnos mi azt tudjuk válaszolni, hogy az időjárás függvényében, mert erre ez az, amire nem tudunk befolyással lenni, és hál' Istennek azért ezt meg szokták érteni. Amint egy kicsit jobb idő van, hál' Istennek most kezd sütni a nap, úgyhogy már mi is fejben tervezzük, hogy akkor amint lehet egy picit bemegyünk, ha csak 10 percre is. Biztos, hogy van valami, amitől egy kicsit most másabbul érezted magad. Például más az idő, mint tavaly, hiszen tavaly egy kicsit jobb időtök volt. Kevesebbet is voltunk a Balatonban, meg más. Hát ugye, mert az tábor elejé csapatokat is választunk, és teljesen más csapatok is vannak. De legjobban a zsinórlabda tetszett. Egy első alkalommal vagy, neked mi volt a legjobb eddig? Tehát mit szerettél a legjobban? Nekem ez tetszik szerintem a legjobban, mert ezt mindenki ki tudja próbálni. A többit meg lehet, hogy nem volt rá idő. És a kedves nézők nem látják éppen, hogy mi ez. Akkor te most a Kressz Parkra gondolsz, hogy a bicikli, vagy éppen az, amikor a rendőr ruhát fölvehettétek? Mindkettő. Mindkettő nagyon tetszett. Mentőnap. Én úgy tudom, hogy akkor kipróbálhattatok elég sok mindent. Neked abban mi tetszett? Csapatonként voltak ilyen feladatok, és mi egy ilyen részeg fickót kellett
ellátnunk, mert el volt törve a keze. És a csapat tagjaim azok nagyon jól megcsináltak, és 10 pontot szereztünk. És nagyon örülök neki. De csapatkapitány vagy egyébként? Mert aztán a csapatom. Igen, a Héti Ani Patakinak vagyok a csapatkapitánya. Vannak pótvacsorák. Mit jelent ez a pótvacsora? Ó, hát ez egy nagyon-nagyon jó találmánya a kollégáknak. Tehát mindig kitaláljuk, hogy a következő este vacsora után olyan 9 óra körül mit tudunk a gyerekeknek adni, amit szívesen esznek. És ez nutellás kenyértől kezdve joghurtig, sajtig, zsemléig, tehát sajtos zsemle, joghurtos zsemle, mindenféle lesz. Tehát ezért van benne egy kis nasi is, néha-néha nagy ritkán. Persze, hát nasi nélkül nincs tábor. Tehát a gyerekek minden nap kapnak szinte jégkrémet, van sütemény, gyümölcs, tehát minden. De mit fogsz mesélni? Tehát mi lesz az első, amikor hazamész, hogy megjöttem a tekatáborból, mi lesz az első élmény, amit elmesél? Hát az, hogy nagyon jó volt, és hogy anyának azt mondom, hogy a mentősök is ott voltak, és hogy tanultunk. Meg, hogy tanultunk reszt is, meg, hogy voltak a tűzoltók is, és ott mindent ki lehetett próbálni, felmehettünk a tűzoltóautó tetejére is. Gergő, te mit fogsz mondani a tesóidnak és anyudnak? Nagyon jó volt a tábor, elmesélem az egészet, hogy mikor fürödhettünk, mikor nem, meg hogy mikor volt a programok, de főleg azt is, hogy ez nagyban hasonlít Duna Bogdányra, mivel itt is van pótvacsora, ami elég ritka a táborokban szerintem. Hát azért még van 2 napotok, én kívánom hozzá, hogy legyen jó-jó nagy napsütés, jó meleg, és még tudjatok egy jó nagyot fürödni ebben a gyönyörű szép Balatonba. Hát az, hogy ez a tábor nagyon-nagyon jó volt, nekem eddig mindegyik program tetszett, és szerintem az következendő program is nagyon-nagyon jók lesznek. Neked mi lesz az első, amit hazamész és elmondod? Borzasztóan jó volt a tábor, és szívesen jönnék jövőre is. Jövőre is itt leszek, hogyha ha lehetséges. Igen, jövőre is itt leszek, ha lehetséges. Neked mi a véleményed, hogy hogy veszik a gyerekek, és hogy érzik magukat ebben a tekatáborban? Tehát tulajdonképpen mennyire csapatépítő ez a tábor? Hát nagyon. Nagyon. Tehát én ennyire jó táborban még nem voltam, ami ennyire pontosan a csapatra épít, hogy pillanatokon belül teljesen idegen gyerekek egy csapattá válnak. Azzal, hogy ők kitalálják a csapatnevüket, és utána vannak a feladatok, amit csapatként kell megoldaniuk. Tehát most benne vagyunk a zsinórlabda versenyben, tehát ez mind csapatverseny feladat. Tessenek eljönni ebbe a táborba, meg jelentkezzenek, mert most is 15 helyünk volt, és csak 10 gyerek jött el betegség miatt, tehát ezt muszáj kihasználni, ezt a tábort, mert ez fantasztikus lehetőség, és óriási élmény mindenkinek. Mennyire csapatépítő a gyermekeknek ez a tábor? Hát én azt hiszem, hogy rájuk kell nézni. Tehát itt a különböző iskolákból, egy iskolából maximum 10-15 gyermek jött, és mégis úgy játszanak, mintha már évek óta ismernék egymást, ami részben igaz is, hiszen nagyon sok gyerek már a tavalyi táborban is itt volt, úgyhogy ez egy jó alkalom, hogy találkozhatnak. Az is illő megkérdezni, hogy az elnök úr első táborában hogy érzi magát. Én nagyon izgultam, de hál' Istennek minden rendben volt, ez az 5. nap, még van 2 napunk, majd a busznál megmondom, hogy minden rendben volt. Így van, akkor legközelebb találkozunk az érkezéskor. Como el ave solitaria, o
con el cantar se consuela. Épségben, egészségben megérkezett a tábor összes lakója. Egy pár mondatban foglaljuk össze ezt az egy hetet, hogy milyen élményekben volt részük. Hát sajnos egy kisfiúnak haza kellett mennie betegség miatt, de ezen kívül egy nagyon, nagyon egyben volt a csapat, és nagyon, nagyon jó hangulatú záróbulit tartottunk tegnap este, és a kísérő tanárok is azt mondták, hogy régen volt már egy ekkora, ilyen jó csapat. Én nagyon bízom benne, hogy mindenki szép élményekkel jött haza, és nagyon bízom abban, hogy jövőre sokukkal találkozhatunk. Azt még meg szeretném említeni, hogy kísérő tanároknak óriási felelősségük, és külön meg szeretném köszönni Németné Márk Juliannának, aki a tábornak a lelke volt, és hát engem is átsegített a kisebb nehézségeken, ami az első tek a tábor megszervezésében jelentkezett, úgyhogy én nagyon remélem, hogy jövőre egy még jobb tábor tudunk majd megszervezni. Verőfényes nap van itt Budapesten, meghoztátok nekünk a napot a táborból. Hogy éreztétek magatokat? Nagyon tetszett, nagyon izgalmas volt. Sokat játszottunk, sportoltunk. És úgy tudom, hogy tegnap még újra tudtatok egy jó nagyot fürödni. Igen, kétszer is. És mi tetszett a legjobban a táborban? A sportolás, meg a... csak azok tetszett, minden tetszett, de legjobban a különböző sportok. A tematikus napok közül melyik volt a legjobb? A mentősök, tűzoltók, rendőrök, vagy a büntetés végrehajtás? Mindegyik nagyon tetszett. A rendőröknél még ki is lehetett próbálni a rohamrendőrség ruháját. Gergő, te hogy érezted magad? Ugyan a táborban már mondtál egy kis helyzetjelentést, de így a végén hogy összegeznéd a tábori tapasztalatokat? Nagyon jó volt, kár, hogy az idő borús volt, mert azt mondták a tanárok, hogy nagyon sokat fürödhettünk volna, ha az idő szép lett volna. Nagyon szerettem a szakmai programokat, és de a legjobban mégiscsak a rejtvény tetszett, amelyet nekünk kellett megfejteni, így a Balatonföldváron föl alá járkálva. Hát azt láttam, hogy ott egy érem is van, ezt miért kaptad? Ugye csapatokra voltak osztva az egész tábor, és akkor a szobarendért kaptunk érmet, és a sportolásért is ezekért. Melyik nap tetszett a legjobban a tematikus napok közül? A csütörtök. Amin mi is ott voltunk éppen? Igen, azért, igen, azért is. Akkor az mi volt? Te mondd el, hogy mi volt a csütörtökön? Jöttek a rendőrök. Hát megérkeztetek a TEKHA táborból. Hogy tudnád összegezni ezt az elmúlt hetet? Hazaérkeztünk, sajnos az idő nem volt velünk valami kegyes, elég rossz idő volt, tulajdonképpen ősszelni mentünk nem nyaralni, de ez azért minket nem zavarta programok megtartásában. Nagyon sok program volt, nagyon élvezetes programok voltak. A szokásos TEKA programokon kívül volt kötélhúzó verseny a gyerekeknek, zsinórlabda bajnokság, akadályverseny, voltunk dodzsemezni, amit nagyon-nagyon élveztünk, egy egész délelőttön keresztül dodzsemeztünk, és hát azért utolsó napra még kaptunk egy kis igazi Balatont is, mert kisütött a nap, és akkor pénteken egész délután fürdőzés volt. Szerinted mennyire volt ez összekovácsoló a mostani ideitek a táborosoknak? Akik mi együtt vagyunk felnőttek, már régóta táboroztatunk így a TEKHA táborba, tehát mi nagyon nagy összhangban dolgozunk együtt. Egyedüli újdonság Lindbayer Viktor volt, aki most először volt a TEKHA tábor vezetője, de remek munkát végzett. Nagyon sok új eszköz szerzett be, új kerékpárokat vásárolt az alapítványnak, sportvetélkedőkhöz, akadályversenyekhez, új felszerelés, ha jól tudom, kresszpályát vásárolt az alapítványnak, úgyhogy most az alapítványnak saját kresszpályája van, és egy nagyon-nagyon jól szervezett és levezetett táborunk volt. Szerintem érdemes jönni ide, mert nagyon jó programok vannak, az ebéd az nagyon finom, és
és nagyon jól lehet, nagyon jól érzi magát az ember egy ilyen táborban. Te mit fogsz mesélni elsőnek otthon, majd az osztálytársaknak szeptemberben? Hogy érdemes eljönni, jó, nagyon izgalmas, és sokféle játék van, és minden jó. És te tervezed, hogy jövőre is eljönnél? Igen. Egy héttel ezelőtt itt álltunk, és akkor viszont indultatok a Teka táborba, most pedig megérkeztetek. Hogy éreztétek magatokat? Én nagyon jól éreztem magam. Sokat fürödtünk, játszottunk, jó volt a hangulat is, és jövőre is szeretnék menni. Hát én is, nagyon jó volt, nagyon vártam már a hazaérkezést, és az elindulást is, nagyon tetszett a tábor.